Most nem a politika kiszámíthatatlan lépéseiről szeretnék beszélni, hanem azokról a változtatásokról, amelyek a most benyújtott szabályozási elvek, ha nem is bátorítást, de kifejezett lehetőséget adnak. És ezek a lépések pedig, amelyek lehetőek, ezek sajnos visszalépések az európai alkotmányos szinttől. Semmiképpen nem beszélnék konzervatív fordulatról. Még kevésbé lehet a forradalmak ismétlődő forgatókönyvét felidézni, amikor a nagy megrázkodhatás után a nyakazógépet elviszik, és előjönnek az öreg bürokraták, akik tudják, hogy hogyan kell egy működőképes államot berendezni. Itt ugyanis ugyanaz a képviselő, aki délelőtt megszavazta az aktuális alkotmánymódosítást, délután egész más hozzáállással fogott az alkotmány írásához. Nem egyszer olyan visszatérő, makacs elképzelésekbe ütközünk, amelyek már 1989-ben és 1995-ben is napirenden voltak, méghozzá jellemzően az MSZMP, illetve az MSZP javaslataként. Nem szeretnék, tisztelt konferencia, azzal ízetlenkedni, hogy a reformkommunisták nem csupán szimbolikusan a miniszterelnök tanácsadó testületébe tértek vissza, hanem egykori gondolataik is népszerűek lettek az alkotmányozók között. Jellemző államszocialista koncepció a parlament mindenek feletti hatalma, amely nem tűr meg semmilyen valódi kontrollt. Ha ezek és a hasonló koncepciók győztek volna, nem lett volna valódi rendszerváltás. Ezeknek a gondolatoknak az újraéledését nem hatalmi pozíciókhoz, nem a meglévő hatalmi monopólium védelméhez kötöm, hanem jó hiszeműen annak tudom be, hogy az alkotmányozó nem mélyedt el az alkotmányfejlődés történetében 1990 óta, nem gondolta végig, hogy ezekre az elképzelésekre a politika, illetve az alkotmánybíróság azóta milyen válaszokat adott. De arra a veszélyre figyelmeztetnem kell, hogy a rendszerváltás előtti alkotmányozási koncepciók újraélesztése, ha nem is a rendszer visszaváltozáshoz, de bizonyosan letéréshez vezet az európai útról. Váratlan módon az alapjogok korlátozásának szabálya is az 1989-ben és a Horn-féle alkotmányozásban is makacsul visszahozott szocialista elképzelésekhez tér vissza. Veszélyes utat nyit tehát a koncepció visszatérése egy túlhaladott és hiányos és a nemzetközi mérce alatti szabályhoz. Legyünk már egyszer hűek 1989-ben sikeres jogvédő önmagunkhoz. Az 1989-es szocialista koncepcióhoz tér vissza, aki a nép által választott parlament felülbírálhatatlanságára hivatkozva elvenné az alkotmánybíróságtól az alkotmányellenes törvények megsemmisítésének jogát. A jogkör elvétele megszüntetné az alkotmánybíráskodást Magyarországon. Bármiféle pótlék a kádári alkotmányjogi tanács szintjére való visszaesést jelentene. Teljesen más egy esetleges korlátozott jogkörrel induló első lépés, és más a visszalépés a már működő teljes alkotmánybíráskodástól. Ez utóbbi nem az európai út, ez a kazah út. Az eredetileg teljes jogkörű alkotmánybíróság behovasztására a legfelső bíróságba, ami itt is néha fölmerül, Kirgizia tett több kísérletet. Jelenleg Kirgiziában az alkotmánybírókat éppen bíróság elé állítják, hivatali hatalmukkal való visszaélés címén. Olyan államokban tehát, amelyek közé tartozni szeretnénk, az alkotmánybíráskodás leépítésére nincsen példa. Ne legyünk optikai csalódás áldozatai. Én dicsérni jöttem az alkotmánykoncepciót, és nem temetni. Valóban az európai alkotmányosság értékeinek megőrzését és az emeleti elkötelezettséget olvasom ki belőle. De éppen ennek az elkötelezettségnek a jegyében van égető szükség arra, hogy felhívjam a figyelmet a kockázatos pontokra, az útragazásokra. A jogásság érveljen amellett, és gyakoroljon nyomást annak érdekében, hogy ne térjünk le az európai útról, hogy új alkotmányunk a közös európai alkotmányos hagyomány része maradjon. Köszönöm szépen!